telefonos csalók, hiányos momentumos vagyonnyilatkozat és az ellenzéki kampányt kiszolgáló médiabirodalom. Ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni a ma esti Célpontban. Köszöntöm Önöket, én Móna Márk vagyok. A Hír Televízió egy propaganda tévé, ezért nekik nem nyilatkozom. Köszönöm szépen. Unokázós csalók, magukat banki ügyintézőnek kiadó, online tolvajok, illetve internetes piti bűnözők. De pontosan hogy is állíthatjuk meg őket, és miért van az, hogy egyre több ember esik ennek áldozatául? Ennek jártunk most utána. Naponta több száz olyan poszt jelenik meg a közösségi médiában, amelyben arról számolnak be, hogy online csalás áldozatául estek. A jelenség sajnos nem új keletű, hiszen az utóbbi három évben, köszönhetően a koronavírus járványnak is, a legtöbben ügyintézéseik és vásárlásaik nagy részét áttették az online térbe. Ám amíg egy boltban vagy egy piacon odafigyelünk arra, hogy a táskánkat vagy tárcánkat ne hagyjuk szem előtt, addig az interneten már kevésbé vagyunk elővigyázatos. Mindenkit érint ez a probléma, tehát nem csak időseket, fiatalokat is, és tényleg az, hogy megnövekedett az online fizetések száma, ez mindenkit óvatosságra int. Ez nagyon fontos, hogyha fizetünk online, akkor győződjünk meg arról, hogy tényleg annál a szervezetnél fizetünk, ahova mi szeretnénk fizetni. Általában úgy működik egy online fizetés, hogy átirányít minket egy banki oldalra. Nézzük meg a böngészőnek a fejlécében, hogy tényleg azon a banki oldalon vagyunk, ahol egyébként fizetnünk kellene. És hogyha nem azon vagyunk, akkor legyen nagyon gyanús ez az egész. Bár az utóbbi időben a rendőrség és különböző szervezetek is nagy hangsúlyt fordítanak a lakosság kibervédelmi edukálására. A csalók ma már egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak, szinte tökéletesen lemásolva egy-egy banki ügyintézés folyamatát. Így az áldozatok és a megszerzett kicsalt összegek száma is növekedésnek indult. A tavalyi adatokhoz képest meg háromszorozódott. Kívánok, engem az azonosító számom 05-22-32, beszélgetésünk van rögzítés felettel. Kollégám értesítette önt arról, hogy fellépett kettő gyanús tranzakciója, amit nem elindított rá. Tehát itt egy 180 és egy 240 ezer forintos utalás van önkőben. Tehát önnek van valamilyen ötlete vagy fogalma arról, hogyan is kerülhettek ki a személyes adatai? A fenti videót az egyik népszerű hazai videó megosztó portálra töltötték fel. Eddig a Pontig azonban ez a felvétel nem tűnik többnek, mint egy telefonos banki ügyintézés. Jó, tudom mondani. Rendben, hát kapcsolom ön. Rögtön a SIP szó után, teljes név, 16 számjegy, és itt tárolom a bankkártyám. Jó. És valójában ez az a SIP szó, ami után, ha megadjuk az adatainkat, nem az a kérdés, hogy ellopják-e a pénzünket, hanem hogy mennyit lopnak el. Bár a csalók technikája, amivel idén eddig már több mint 8 milliárdot csaltak ki, az elmúlt évek alatt egészen sokat finomodott, azért még mindig vannak olyan jelek, amivel egyszerűen különbséget lehet tenni banki ügyintéző és csalók között. Ezek a csalók, akik az ügyfeleket felhívják, ezek fél óra, 40-50 perc is szóvá tartják az ügyfelet, és tévedésben tartják egészen addig, amíg a banki azonosítóikat, a fizetéshez és a tranzakcióhoz szükséges fizetési azonosítóit meg nem szerzik. Nagyon fontos, hogy a bank ilyen esetekben nem kér semmilyen fizetési azonosítót, jelszót, SMS-ben kapott megerősítő kódokat, sem bankkártya adatokat, lejárati időt és CVC kódot, hiszen ezekkel is már online térben lehet tranzaktálni. A telefonos csalók pedig minden módszert bevetnek annak érdekében, hogy a pénzünkhöz jussanak. Így előfordulhat olyan is, hogy a hívás úgy tűnik, hogy az OTP bank központi számáról érkezik. Ezeknél az eseteknél gyakran előfordul, hogy egy olyan telefonszámról keresnek, amelyet, hogyha visszahívunk, akkor a Magyar Nemzeti Bank vagy az OTP valós telefonszámával találkozunk, és egy ügyintéző veszi fel a telefont. Ez amiatt lehet, ugyanis most már ezeket a telefonszámokat is hamisítják, és el tudnak érni úgy, hogy ezeket a számokat jelzi ki a készülékünk. De akadnak olyan esetek is, amikor egy olyan telefonszámról telefonálnak a csalók, amely egyel több karakter tartalmaz, így, hogyha szeretnénk önket visszahívni, ezt szintén nem tudjuk megtenni. A telefonszámok hamisítása pedig az egyik legelterjedtebb módszer ma már. Vannak olyan számok, amelyeket a csalók egy-két hívás után azonnal meg is szüntetnek. Ezen a
számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. Mivel az internetet ellették az olyan bejegyzések, amelyekben csaló telefonszámokra hívják fel az emberek egymás figyelmét, úgy döntöttünk, megpróbáljuk kideríteni, ki is lehet egy-egy ilyen vonal végén. Hello, jó napot kívánok! Amiatt telefonálnék, mert valamelyik nap volt egy nem fogadott hívásom erről a számról, és utána visszahívtam önöket, az OTP-től kerestek, csak akkor pont nem tudtam beszélni. Ó, ez téves lehetett, vigyázzon vele, mert valami csalók használják a mi telefonszámunkat. Ez nekünk már le is van tiltva a Telekomnál, hogy ne tudjunk hívást indítani. Úgyhogy ez valami ilyen csalók keresették önt az OTP nevében. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. És mivel erkölcsi akadálya csalóknál nincs, már nem csak bankok, hanem vállalkozások és magánszemélyek telefonszámait is hamisítják. Mivel az elmúlt időszakban valóban egyre több helyről hallani a telefonos és különböző internetes csalásokról, kíváncsiak voltunk, mennyire elővigyázatosak ma már a bankkártyával rendelkezők. Használ bankkártyát? Igen, rendszeresen. Szokott interneten keresztül vásárolni? Nem. Mi miatt nem? Bizonytalanak érzem a... kártya biztonságát az interneten. Szokott interneten rendelni, vagy interneten keresztül vásárolni? Ritkán. És ilyenkor meg szokta adni a bankkártya adatait? Nem. Mi miatt nem adja meg? Hát a szélhámosok csalók miatt. Megháromszorozódott az olyan csalók száma, akik felhívják telefonon, akár egy bank dolgozójának adják ki magukat, és... Volt már rá példa. És ön ezt észrevette? Önt keresték? Igen. De nem adtam információt, leraktam. Hogyan szúrta ki, hogy csalók és nem banki dolgozó keresi önt? Mert ugye én kapom az üzenetet a bankoktól, hogy ők soha nem fognak ilyesmiben fölhívni, és emiatt. De akad bizony olyan is, aki majdnem pórul járt. Szokott interneten keresztül vásárolni? Igen. És ilyenkor el szokta menteni a kártya adatait? Nem. Mi miatt nem? Azért, hogy ne tudjanak kirabolni. Tart egyébként ezektől? Hogyne. Mi miatt találkozott már ilyen esettel? Hát hál' Isten én nem, de próbálkoztak velem telefontrükkökkel már, úgyhogy és az unokának volt annyi esze, ő vette észre. És hogy ismerték fel a telefonos csalókat? Az unokám mondta, hogy hallotta, hogy beszélek telefonon, és mondta rögtön, hogy tehát a gyerek, ez 20 éves, 23. És ő neki rögtön bejött, hogy ez itt miről van szó. Mit szerettek volna ezek a csalók? Milyen trükkel próbálták meg átverni a fiam autóban, hát ez a szoka, fiam autóban esetett szenved, és akkor Pali meghalt, és ha most adunk, mit tudom, én már nem emlékszem mennyi pénzt, az nem akarok hazudni, de milliós nagyságrend volt, akkor és ugye az embernek, amikor a gyerekéről hall egy ilyet, először nem is gondolkodik hirtelen este, hogy mi van, de az unokám ott volt, ez nem az ő apjára volt szó, mert másik fiam, és ő mondta, hogy azt mondja, vigyázz, mert ez erről van szó. És akadt olyan is, aki azóta elővigyázatos, miután egyszer nem figyelt eléggé. Hát én már jártam pórul, és akkor azóta nem. Internetes vásárlás során járt pórul? Mi történt? Vásároltam, nem jó felületen adtam meg a bankkártyadatokat, de nyilván én azt hittem, hogy tök jó meg minden. És akkor rá 4 napra azt tettem észre, hogy húzgálják le róla a pénzt. Ugye nem tudtam mit csinálni, mert egy külföldi cég volt, és akkor letiltottam, és akkor egy újat csináltam, és azóta mindig csak úgy vásárolok, hogy mindig újra beütöm. A megelőzés mellett pedig az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit tehetünk, ha már megtörtént a baj. Az elkövetők azért hagynak úgynevezett digitális lábnyomokat. Tehát ezeket mi felfejtve elindulhatunk az elkövetők irányába. Ezeknek az egyik legfontosabb támogató körülménye az, hogyha valaki ezt minél gyorsabban megteszi a rendőrségen. Tehát minél hamarabb, gyorsabban azért, hogy ezek ne hűljenek ki ezek a nyomok, ne tűnjenek ezek a digitális nyomok. Nincsen könnyű helyzetben a rendőrség. Az elkövetők után járunk, de azért az Országos Rendőrfőkapitányság és a Vármegyei Rendőrfőkapitányságok is már rendelkeznek olyan tudással és olyan szakirányú képzettséggel bíró kollégákkal, akik nem csak sopánkodnak, hanem az elkövetőket egész hatékonyan fel tudják deríteni. És hogy addig is mit tehetünk mi gyanútlan felhasználóként? Az első és legfontosabb, hogy inkább gyanakodjunk.
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy nem csaló van a vonal végén, inkább tegyük le a telefont, és keressük fel a bankot. Ha interneten vásárolunk, lehetőség szerint ne mentsük el a bankkártya adatainkat, és mindig figyeljünk oda a fizetési átirányítási oldal címére. A következő időszakban pedig azoknak is érdemes lesz figyelniük az online felületeket, akik nem érzik magukat annyira jártasnak az online témákban a digitális vásárlásokkal kapcsolatban, ugyanis októberben tartja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet a kiberhónapot, így több figyelemfelhívó tartalommal, kvízekkel is készülnek majd az érdeklődőknek. Hamis vagyonnyilatkozatot adott le Kassai Dániel Momentumos 18. kerületi képviselő. Kispesti önkormányzatban ösztönözhették arra egy munkaszerződéssel, hogy lépjen vissza az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára 2018-ban. Vannak ilyen utólagos hírek természetesen, mi erről nem beszéltünk Kassai képviselőrrel, egyszerűen nincs jelentősége. Gondolom a munkát elvégezte, ki lett fizetve, igazából képviselőként vállalhat szabadon munkát, aki egy választási körzetben közbizalmat elnyeri. 2018. március 20-án jelent meg az országos sajtóban a hír, miszerint Kassai Dániel visszalépett Kunhalmi Ágnes javára. Később kizárták a politikust a pártból, hiszen jelentős politikai kárt okozott pártközössége számára. De vajon miért lépett vissza ilyen zavaros körülmények között, akkor, amikor még szó sem volt egy hatpárti ellenzéki koalícióról? Szerkesztőségünk birtokába került egy munkaszerződés, hol az látható, hogy Kassai Dánielt 2018. március 7-én megbízta a szocialista vezetésű Kispesti önkormányzat havi bruttó 350.000 forinttal, amely szerződés április 1-től lépett érvénybe, azaz a 2018-as országgyűlési választások előtt egy héttel. Kassait határozott időre 2019. március 31-ig bízták meg, így 12 hónap alatt 4.200.000 forintot vehetett fel a képviselő. Ajánlották nekünk, mint pályázati tanácsadót, valóban, ahogy említett, a 18, tehát egy elég régi történetről beszélünk, és csupán egy évig voltunk vele szerződésben, és ezért szerződtünk le vele. Egyébként dolgozott a Városházán, elégedettek voltunk vele, a szerződéssel lejárt, és ezután megszűnt vele a kapcsolatunk. Kassait, aki akkor egyébként a 18. kerület önkormányzati képviselője volt, a 19. kerületi önkormányzat olyan feladatokkal bízta meg, mint a pályázatok felkutatásában való közreműködés, a kiválasztott pályázatok előkészítésében való közreműködés, a projektek előkészítésénél és végrehajtásánál, a külső szolgáltatókkal való kapcsolattartás a hivatal és pályázatokban érintett szervezeti egységei, valamint a pályázatok kiírását és lebonyolítását felügyelő szervek közötti kapcsolattartás segítségével. Sajtóinformációink szerint Kassai egyébként portásként is dolgozott ebben az időszakban. Ezért is érdekes, mert ugye mindannyian emlékszünk arra, hogy 2018-ban pont Kassai Dániel volt az, aki miatt Kunhalmi Ágnes be tudott jutni a parlamentben, és ez felvett bizonyos érdekességeket, hogy pont akkor kapott egy szerződést, amikor az MSZP-s politikusnak, Kunhalmi Ágnesnek nagyon kellett, hogy bejusson a parlamentbe. Nincs összefüggés, sőt szerintem még azt is jó megkenni, ez egybeesik egyáltalán a vizsgált időszak ezzel. Egyébként valóban 2018-ban még az LMP jóval erősebb közszimpátiát tudott, mint most, de szerintem ezt utólag se lehet elmondani, hogy ez döntött abban, hogy Kunhalmi Ágnes megnyerte a körzetét. A képviselőasszony kiváló munkát végzett, én is ott voltam végig, teljesen érthető, hogy megnyerte, akár 2022-ben is, ugye az országgyűlési választás is megszerezte a kerületieknek a bizalmát. Kassai tehát a választási visszalépése előtt közvetlenül Gajda Péteréktől, feltehetően Szaniszló Sándor és Kunhalmi Ágnes közbenjárásával 4,5 millió forintos szerződést kapott, ezt azonban eltitkolta a vagyonnyilatkozatából. Hogyan értékeli az, hogy Kassai Dánielnek 2018-tól 2019-ig volt egy szerződése a Kispesti önkormányzattal? Ön szerint ez mennyire vetett fel érdekességeket? Nem tudok róla, tehát nyilván ezben a Kispesti önkormányzatot kell megkérdezni. Tudott-e arról, hogy Kassai Dánielnek volt egy munkaszerződése a Kispesti önkormányzattal 2018 tavaszától 2019-ig? Nem tudtam róla egyáltalán. Tényleg volt ilyen szerződése? Nyilván a kispestiek is meglátták benne a képességet
ügyes, jó szakember bizonyos kérdésekben, gondolom biztos alkalmazták, de nem tudok róla semmit. Viszont... Azért érdekes, mert ugye 2018-ban pont Kassai Dániel visszalépésével jutott be Kunhalmi Ágnes, ugye az ön pártársa a parlamentbe, azokkal a szavazatokkal, és ugye érdekes, hogy pont akkor kapott a Kispesttől egy munkaszerződést, amit még a vagyonnyilatkozatából is kifelejtett. Szóval ezt ön hogyan értékeli? Hát akkor most megismételni, hogy mi a kérdés, mert ön itt kifejtette egy álláspontot, én meg nem értem. Hát azt tettem fel a kérdésre, hogy hogyan értékeli azt, hogy mit gondol arról, hogy pont abban az időszakban, amikor Kassai Dániel visszalépett Kunhalmi Ágnes javára, az időtájt kapott egy munkaszerződést Kispesttől, ön erről mit gondol, nem vett fel esetleg aggályokat? Nem látok semmilyen összefüggést a kettő között. Munkaszerződése? Nem tudunk róla. Nem. Önpártársa volt? Természetesen tudom, ki a Kassai Dániel. Tudom, hogy volt egy elég viharos visszalépése a 2018-as országgyűlési választásokkor. Erről tudok, más jellegű dologról nem. Hamis vagyonnyilatkozat, titkolózás és egy viharos visszalépés, ami lehetővé tette Kunhalmi bejutását a parlamentbe, hiszen ez a 14% kellett neki a győzelemhez. Megkérdeztük volna Kunhalmi Ágnes képviselő asszonyt is ebben az ügyben, de bármennyiszer kerestük telefonon, nem vette fel. Gondolom, hogy ha ez kétségtelenül bebizonyosodik, vagy napvilágra kerül, akkor azt meg kell vizsgálni. De elsősorban azt gondolom, hogy erről a képviselő úr fog tudni majd beszámolni és véleményt mondani. Az, hogy kiadta a vagyonnyilatkozatából a munkaszerződését, ön szerint az, annak az a következménye, hogy le kell mondani a képviselő mandátumáról? Nem tudok erről őszintén, tehát tudom, hogy a vagyonnyilatkozatok ezek nyilvánosak, fönt vannak a honlapon, tehát ezt bárki megnézheti, de én a magamon kívül nagyon-nagyon nem szoktam másét nézegetni, vagy különösebben figyelemmel követni. Szerint, hogyha Kassai Dánielről esetleg bebizonyosodik, hogy ezt a munkaszerződést azért kapta, hogy visszalépjen, akkor jogos lenne lemondani a képviselőségéről? Hát nyilván, ha ilyen fölmerülök, ezt a kérdést akkor kell megvizsgálni. Hamis vagyonnyilatkozatra és a kérdéseket felvető munkaszerződésre hogyan is reagált Kassai Dániel? Miért fogadott el munkaszerződést a Kispesti Önkormányzattól 2018-ban? Mint mondtam, a Hír Televízió egy propaganda tévé, ezért nekik nem nyilatkozom. Köszönöm szépen. Azért kötetett ez a megállapodás, hogy Kunhalmi Ágnes javára visszalépjen? Csak ismételni tudom magam, a Hír Televíziónak nem nyilatkozom. Esetleg, hogyha más televízió megkeres, akkor azoknak szívesen. Ezek elég érdekes kérdések azért, az ön személyével kapcsolatban. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nem kíván reagálni. A Hír Televíziónak nem kívánok reagálni. És hogy vagyonnyilatkozatából ezt kihagyta, ezt a munkaszerződést? Csak ismételni tudom magam, a Hír Televíziónak nem nyilatkozom. Akkor nem reagál ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Az ügyről mindenki tudhatott, a Momentum mégis befogadta Kassai Dánielt. A kispesti LMP adatigényeseket nyújtott be korábban a kispesti önkormányzathoz, valamint a Korrupció Ellenes Bizottság is vizsgálatot folytatott. Kassai Dániel először Márki-Zay Péterféle Mindenki Magyarországa mozgalom körül lett aktív, később azonban Somodi László ex-LMP, ex-párbeszédes, Momentumos alpolgármester fogadta be a 18. kerületi Momentum frakcióba. Somodi László a polgármestert is próbáltuk elcsípni a testületi ülés előtt, de ő egy előre kinyitott hátsó bejáraton slisszant be, hogy ne találja magát szembe kérdéseinkkel. Mivel Kassai LMP színekben politizált, ezért megkerestük a párt budapesti elnökségi tagját, hogy emlékszik vissza az akkor történtekre. Alapvetően meglepődést, de azt, hogy mit okozott volna, hogyha nem lép vissza, azt már sose tudjuk meg, én azt gondolom. Mint hogy azt se tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha 2022-ben Márki-Zay Péter helyett mondjuk egy virágot indít az ellenzék miniszterelnök jelöltnek. Ezek már nem fognak kiderülni. Varga Zsolt, a budapesti LMP elnökségi tagja, gyakorlatilag lerázta magáról a kérdést, és nem is tekinti fontosnak pártja életében. Mi nem ezzel szeretnénk foglalkozni, mi a kerület, a 18. kerület és egész Budapest érdekeit szeretnénk nézni, ügyek mentén szeretnénk itt is politizálni, és azt gondoljuk, hogy már nem ezekkel kell foglalkozni, és 2018 a múlté, pontosan ugyanúgy, mint 22, mi most a következő európai parlament és önkormányzati választásokra koncentrálunk. De mi is a jogi felelősség a hamis vagyonnyilatkozat leadásának? Az önkormányzati képviselőné és a vagyonnyilatkozat nyilvános tulajdonképpen, tehát ugye a honlapján az önkormányzatnak meg lehet tekinteni, és ebből a választók láthatják, hogy egyrészt, hogy valós vagy nem valós, másrészt, hogyan gyarapodott valakinek a
a vagyona, és mivel a, hát adott esetben a, megjelennek az újságokban és más helyen is, hogy nem valós, nem igazat állít valaki, ezért tulajdonképpen olyan következménye lehet a valótlan vagyonnyilatkozatnak, vagy van, hogy a választó bizalma adott esetben meginhog benne, ha kiderül, hogy nem mond igazat. Én szerintem, mivel ez okirat, ha valaki nem a valóságot írja be, akkor okirathamisítás miatt lehetne büntetőeljárás, hogy induljon a képviselő ellen. Dr. Futó Barnabás hozzátette, hogy a választópolgár bizalma sok esetben meginog, ha választott képviselője hazudik egy bevallásban. Jelenleg Kassai Dániel, a Momentum 18. kerületi frakciójának tagja. Kérdés, hogy Kassai Dániel vajon lemond-e mandátumáról? Tükörbe tud-e ezek után nézni, és tényleg véletlen egybeesés lenne a viharos visszalépés? Vajon hogyan építette fel az ellenzék a saját média birodalmát 2022-es kampányban, illetve milyen külföldi források is érkeztek ezekhez a sajtótermékekhez? Ezzel folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk! Folytatódik a Célpont. A 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzék rengeteg külföldi forrást kapott, ez derül ki a titkosszolgálati jelentésekből. De mik is azok a részletek, amikből az világos, hogy rengeteg sajtótermék is köztük van? Mutatjuk a részleteket! Receptek.ma, idéző, idézetek.ma, viccmagazin, humormagazin, covidoltás.info. A felsorolt oldalak ugyan látszólag más-más témákkal foglalkoznak, mégis számos közös vonásuk van. Mégpedig az, hogy a 2022-es választásokat megelőzően kormányellenes üzenetekkel árasztották el az internetet, külföldről finanszírozták őket, és mindegyik az Ez a Lényeg Birodalom tagja. Ez a lényeg.hu-val? Igen. Nézd, hogy milyen kapcsolata van. Hát van-e bármiféle hát, kapcsolata? Hát, írnak, írnak érdekeset, akkor olvassuk. A választásokat követően került a figyelem középpontjába az Ez a lényeg.hu nevű portál, ugyanis, mint az ellenzék tiltott kampányfinanszírozását vizsgáló titkosszolgálati jelentésből kiderült, az ezt üzemeltető Orákulum 2020 Kft. Jelentős forrásokhoz jutott külföldről. Főpolgármester úr, az ellenzéki médiához is került, ehhez mit szól? Az Orákulum 2020 Kft. A Karácsony Gergely korábbi tanácsadójának nevével Korányi Dáviddal fémjelzett Action for Democracy által folyósított több mint 1 milliárd forinton felül egy másik forrásból 887 millió forintot kapott a választási kampány idején egy svájci alapítvány kasszájából. Tehát Páva Zoltán például köthető a Demokratikus Koalícióhoz? Nem ismerem az urat. Páva, ifjabb Páva Zoltán neve ismerőse képviselő úrnak. Igen. A DK árnyék kancellária miniszterének egy idő után mégiscsak beugrott, hogy ki az a Páva Zoltán, ami nem véletlen, hiszen Páva korábban tanácsadóként kapott milliós megbízásokat a gyurcsánybajnai kormányoktól. Ráadásul a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója által megbízott Igulai Marketing nevű cég ügyvezetőjeként is feltűnt. A már sokat emlegetett Orákulum 2020 Kft. Tulajdonosa szintén nem más, mint Páva Zoltán. Írnak érdekeset, akkor olvassuk. A Magyar Nemzet számítása szerint az Ez a Lényeg Birodalom 81 helyi aloldalt működtetett, ráadásul sok olyat, ami elsőre nem közéletinek tűnő portál. Például a receptek.ma nevű oldal Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort kritizáló mondatait terjesztette a választások napján. A választások napjáig a Vicc magazin és a Humor magazin is milliós összegekkel volt hirdetve, és ugyanez a helyzet az idéző, az idézetek.ma oldalakkal is. A legtöbb felsorolt médium egyébként 2022. június 15-e óta egyáltalán nem közöl tartalmakat. Írnak érdekeset, akkor olvassuk. 2021. júliusában hozták létre az Ez van nevű Facebook oldalt. Mögötte szintén az Orákulum 2020 Kft. Volt. Az oldalra három nappal a tavalyi választás előtt posztoltak utoljára, a bejegyzést pedig a választás napjáig hirdették. Összesen 450 Facebook posztra közel 100 millió forintot költöttek. Ez az oldal azonban mára már elérhetetlenné vált. Írnak érdekeset, akkor olvassuk. A balliberális lejárató média a koronavírus járványt is kihasználta, a covidoltás.info nevű oldal is elérhetetlenné vált idén nyáron, de 2022. április 3-áig közel 26 millió forintért hirdettek az oldalon. Az pedig külön érdekes egybeesés, hogy a Bajnai Gordon féle Datadat, az Orákulum 2020 és a DK EP képviselőinek a kifizetőhelye ugyanott található. Nem tartják furcsának, hogy egy 300 fős Szegi nevű telefon
településen található a DK képviselőinek kifizetőhelye, az ezalényeg.hu könyvelése és a Bajnai Gordonhoz köthető datadatnak is a könyvelése? Nem. Az ez a lényeg modellnek azonban akadtak követői is. Szóval ez a honlap már majdhogy nem kész van, az alapja legalábbis, az lesz a neve, hogy Nerpédia. Juhász Péter, Bajnai Gordon korábbi pártársa a választásokhoz közeledve 2021 nyarán jelentette be, hogy elindítja Nerpédia nevű oldalát. Összerendezve bemutatjuk a Fidesz lehetőség szerinti összes bűnét. A Nerpédia is pontosan úgy néz ki, mint az ez a lényeg birodalom többi szereplője, adminisztrátorai magyarországi és ausztriai szereplők. Az elhirdetett pénzek forrása ez esetben is bizonytalan, és ahogyan már szóba került, több szálon is kötődik Bajnai Gordonhoz. A lényeg, hogy egy ilyen adatbázist hozunk létre, először település szinteken. Nem meglepő módon 2022. április 3-a óta nincsen hirdetés az oldalon. Támogasd a munkánkat, nézd meg lent a linkeket és utalj! Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, a kampányidőszakban 38,3 millió forintot költöttek Facebook hirdetésekre, illetve 28,6 millió forintot Google hirdetésekre. Utalj! Összesen tehát 60 millió forintért hirdették a Juhász Péter féle oldal tartalmait. A választások óta azonban az oldal nem is frissült. Létrehoztam egy non-profit Kft-t, mert a fenti munka elvégzéséhez szükség van egy jogi struktúrára. Ez már csak azért is fontos volt, mert a rengeteg költség keletkezett, utalj, és sok támogatás is érkezett. A tartalmak népszerűsítését a Közös Ügyünk Nonprofit Kft. Fizette. A Magyar Nemzet szerint a baloldal kampányára különböző külföldi szervezeteken keresztül érkező 4 milliárd forintból juthatott valamennyi pénz Juhász cégének is. A lényeg, hogy egy ilyen adatbázist hozunk létre, először település szinteken. Az minden esetre a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága által készített jelentésből is kiderült, hogy Bajnai Gordon adatkezelő cégének a Datadat csoportnak bejövő és kimenő pénzforgalmát lebonyolító partnerei között feltűnt Juhász Közös Ügyünk Nonprofit Kft-je is. Juhász cégét ráadásul az is Bajnaiékhoz köti, hogy online elérhetőségként ugyanazt a címet adták meg, ami a Datadat csoporthoz köthető Molnár István egy másik vállalkozásánál is feltűnik. Mi történt a te elmondásod szerint? Szervusz Péter, mindenkit szeretettel köszöntök, nagyon megtisztelő, hogy eljöttél. Juhász aktívan részt vett a baloldal kampányában. Ő volt az első, aki Márki-Zay Péter előválasztási sikere után hosszabb interjút készített a baloldali összefogás miniszterelnök jelöltjével. Azonban úgy néz ki, hiába öltek milliókat a bal liberális propaganda oldalakba. Juhász Péter a választási eredményeket követően csalódottan nyilatkozott. Kicsit elment a hangulat, vagy nem tudom mit, még azt sem mondta, nem mondom, hogy óriás csalódottság volt szembesülni a választási eredményekkel, de hát azért mindenki letaglózó volt, hogy ilyen módon, hogy ugye meg lehet nyerni, vagy el lehet veszteni, nézőpont kérdése ezt a választást. Tehát nekem ott ezzel a YouTube csatornával azért volt egy célom. Utálj! Az eddig felsoroltakon kívül számos meglehetősen különös módszerrel próbálták eljuttatni az ellenzéki üzeneteket a szavazókhoz. Anya, én a Soros Györgyre fogok szavazni, mert a Gyurcsány szóval kavatlan. Hogyan készítsünk pólóból szatyrot? Filléres, pár perc alatt elkészíthető madáretető, látszólag teljesen ártalmatlan tartalmak a Gyerekkel vagyunk nevű Facebook oldalon, ami már az elnevezésében is jól mutatja, hogy elsősorban a szülőket célozta meg. Hozzáteszem, hogy idén nyáron már ez az oldal is elérhetetlenné vált. Anya, te elmész szavazni? Igen, mert szerintem fontos, itthon is meg szoktuk beszélni, hogy mi legyen az ebéd. Miért is főznék spenótot, hogyha senki nem szereti? A 2022-es választások előtt pár nappal ennél a szavazásra buzdító posztnál már meg is jelölték az oldalon, hogy a hatalom a népé. Bizonyára sokan emlékeznek még az ellenzéki összefogás kampánydalára. A hatalom a népé! Itt az időnk! A hatalom a népé! Megvan az erőnk! Visszatérve a Gyerekkel vagyunk Facebook oldalra. A portálnak például a gyermekek LMBTQ-s érzékenyítését erőltető Parents Together Foundation a partner szervezete. Soros Györgyre fogok szavazni. A demokrata párti elnök jelöltek mellett agresszívan kampányoló alapítványnál bőségesen landoltak soros pénzek is. Soros Györgyre fogok szavazni.
A Gyerekkel vagyunk nevű Facebook oldal ugyan első ránézésre politikamentesnek tűnt. Hasonlóan az Ez a lényeg média birodalom olyan elnevezésű felületeihez, mint a receptek.ma vagy a Vicc magazin. De ez a médium is a baloldal választási kampányeszközeként működött. Mama, miért nincs holnap iskola? Igen, holnap nem lesz iskola, mert a tanárok sztrájkolnak, és mi támogatjuk őket ebben. A kampányidőszakban az oldal 13 millió forint értékben tett közzé politikai tartalmú hirdetéseket. Szavazni is ezért fontos, mert hogyha nem mondjuk meg, hogy mit szeretnénk, akkor ehetjük a spenótot életünk végéig. Mint ismeretes, a Nemzeti Információs Központ jelentése szerint több mint 4 milliárd forint érkezett a magyar baloldal választási kampányának támogatására az amerikai Korányi Dávid-féle Action for Democracy-n keresztül, valamint egy svájci alapítványtól. Ennek az összegnek közel 90%-a, 3,55 milliárd forint kötött ki a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó Datadatnál, illetve az Orákulum 2020 Kft-nél. Anya! Mi történik Ukrajnában? Hallottam, hogy ki fog törni a harmadik világháború. Örülök, hogy engem kérdeztél meg erről, ugyanis nagyon sok megbízhatatlan hírforrás kering a neten. A Gyerekkel vagyunk Facebook oldal adminisztrátori csapatában az Orákulum 2020 Kft. Kiterjedt online portfóliójának legtöbb eleméhez hasonlóan szintén találhatóak voltak ausztriai személyek a magyarok mellett. Érdekesség, hogy az oldal hirdetőjéről szóló információk között megadott telefonszám megegyezett a hovége.hu nevű másik Orákulum kiadvány hirdetőjének elérhetőségével. Te hallottad? Most olvastam a neten, hogy valami vegyi anyagokat raknak az ivóvízbe, amitől szörnyű a füledbe. A Gyerekkel vagyunk oldalon a politikai hirdetések csak a tavaly áprilisi választás lezárultáig jelentek meg, és ahogy már említettem, a 2021 májusában létrehozott oldal idén nyáron megszűnt létezni. Most pedig nézzük meg, hogyan próbálták célzottan eljuttatni a szavazókhoz az ellenzéki összefogás üzeneteit. A Soros Györgyre fogok szavazni. Lehetjük a spenótot életünk végéig. Szerencs, Tiszaújváros 2020. október, Miskolc, Pécs és Pest-Szentlőrinc 2022. március. Az említett helyeken és időpontokban szoros politikai küzdelem alakult ki egy-egy országgyűlési mandátumért. Talán a legjobban Bajnai Gordon korábbi politikusa, a Nerpédia oldal alapítója Juhász Péter foglalta össze, hogy hogyan is működnek kampányidőszakban a bal liberális médiaportálok. A lényeg, hogy egy ilyen adatbázist hozunk létre, először település szinteken. Az Ez a lényeg birodalomhoz köthető médiatartalmak áttekintéséből az derül ki, hogy a kampányidőszakban meghirdetett tartalmakkal hogyan próbál segíteni a baloldali médiabirodalom ott, ahol politikusaik éppen bajban voltak. Visszanézve a közösségi oldal hirdetéstárát, a legutolsó miskolci Ez a lényeg hirdetések éppen a választás napjáig futottak. Ezek a hirdetett tartalmaik leginkább a fideszes győztest, Kis János támadták, vagy a másik miskolci választókerületben induló végül vesztes Szilágyi Szabolcs mellett kampányoltak. Az előzős felmérés egyébként ezt már nyilvánosságra hoztuk egy héttel ezelőtt, most ez van furcsa, hogy én nekem kell elmondani, de hát az jött ki, hogy én voltam a legnépszerűbb ebbe a körzetbe. A lejárató oldal pécsi kiadására 9,2 millió forintot szántak. Ebből 1976 tartalmukat népszerűsítették a Facebookon. A fizetett hirdetéseken is múlhatott Mellár Tamás győzelme, aki 1153 szavazat különbséggel futott be. A Mellárt és a másik helyi baloldali jelöltet Szakács Lászlót támogató tartalmak mellett a baloldali médiabirodalom helyi lába szinte kizárólag a fideszes jelölteket támadta. Ahogy a Miskolcon, úgy Pécset sem hirdetett az Ez a lényeg lapcsalád tavaly április 3-a óta. Hogyha ennyi pénzt én valaha láttam volna, vagy kapott volna, akkor nem itt tartana a pártunk. Mi ehhez, nekünk ez semmi közünk. Még a pécsinél is szorosabb lett a Pest-Szentlőrinci eredmény. Kunhalmi Ágnes győzelme csak 780 szavazaton múlott. A baloldali jelöltet segíthette, hogy a helyi Ez a lényeg 7,5 millió forintot meghaladó hirdetési költséggel kampányolt az elmúlt években Kunhalmi Ágnes, valamint Gyurcsány Ferenc helyi embere Szaniszló Sándor mellett, illetve a fideszes Lévai István Zoltán ellen. Tehát nem tudom, hogy mit kellene tudnom. A választásokhoz közeledve látványosan megváltozott az Ez a lényeg média birodalom hirdetési stratégiája. 2022. március 15-e előtt elsősorban Pest megyében költöttek sok pénzt, és sokféle életkori csoportot céloztak. Március 15-től Borsod is kiemelt hirdetési célpontjuk lett, és a középkorúakat célozták mindkét megyében. Végül a sokmilliós hirdetések ellenére az említett két térségben minden választókerületben a jobb oldal győzött.
fizetünk adatadatnak a szolgáltatásaiért. Amíg önkéntesek ezrei a háttérben már az előválasztás alatt is ingyen kampányoltak az ellenzéknek, a baloldali médiabirodalom tulajdonosai a vereség évében is számottevő nyereségre tettek szert. A 2021-es 667,1 millióhoz képest egyébként tavaly a nettó 1,8 milliárdot is meghaladták az Ez a lényeg kiadójának értékesítésből származó bevételei. Szólt önnek Korányi Dávid arról, hogy adománygyűjt az ellenzéknek? Természetesen tudtam az Action for Democracy létrehozásáról. A Nemzeti Információs Központ tájékoztatása szerint a fent említett összeggel nagyjából azonos nagyságrendű utalások érkeztek Páva cégéhez az amerikai Action for Democracy-tól és egy svájci alapítványtól. Mindezt úgy, hogy mindösszesen két munkavállaló dolgozott a cégnél. Még június közepén is érkezett több százmillió forintos támogatás az Egyesült Államokból. A végső adományozó kiléte továbbra is rejtély, de azt is érdemes megjegyezni, hogy Karácsony Gergely 2021-es, valamint Márki-Zay Péter 2022-es vesztes kampányába még hosszú hónapokkal az elbukott választásokat követően is több százmillió forint érkezett. Az adományozók anonimak, tehát nem tudom, és nem is akarom megmondani azt, hogy kik ők. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a külföldről a baloldal kampányába érkezett források két egymással összefüggő érdekkörhöz kerültek. Az egyik a baloldali média birodalom, az Ez a lényeg csoport, amely 2019 és 22 április 3-a között nagyságrendileg 3-4 milliárd forintért hirdette tartalmait, miközben végig nyereséges volt. A másik pedig a bajnai féle Datadat csoport, amely a főpolgármester és a hódmezővásárhelyi polgármester kampányában is nagy megbízásokat kapott. Fizetünk a Datadatnak a szolgáltatásaiért. A Magyar Nemzet korábban átfogó írásban bizonyította, hogy a külföldről érkező több mint 4 milliárd forint egy nagyobb része, és a Karácsony féle 99 mozgalom rejtélyes forrásból eredő fél milliárdjának egésze a bajnai Gordonhoz köthető Datadatnál kötött ki. Ön szerint mennyire törvényes az, hogy ebédek fizetnek önöknek bajnai Gordonék? Én nekem még nagyon sok, ön is fizethetne egy ebédet, nagyon megköszönném, hálás lennék érte. Az erősítő, sokszínű, megbízható forrásokból válogatunk fontos híreket. A baloldal kampányát segítő anyagok eléréseinek maximalizálására külön Facebook oldal is működött a választási időszakban. Az erősítő a 2021-es létrehozásától a 2022-es választás napjáig nagyjából 250 millió forintot költött olyan hirdetésekre, amelyekkel az ellenzéki összefogás üzeneteit népszerűsítették a közösségi médiában. Oszd meg, küldd el, járulj hozzá a hirdetéshez befizetéssel. Ezekből további hirdetéseket veszünk. A szavazás napja után gyakorlatilag inaktívvá váló oldal a kampányban átlagosan 100-200 ezer forintot költött egy-egy baloldali cikk hirdetés csomagjára, amellyel jellemzően több százezres elérést generáltak. Külföldről érkező pénzekből fizettek-e például a Datadatnak? Egészen biztos vagyok benned. Az erősítő hátterében fellelhetők mind a Datadat cégcsoport, mind pedig az Orákulum 2020 Kft. Tulajdonosi körének a szereplői. Összegezve tehát, az ellenzéki összefogás kampányüzeneteit a közösségi média felületeken többnyire külföldről finanszírozva próbálták meg eljutatni a szavazókhoz, a pénzek útvonalából és a kormányellenes kampánytevékenységekből pedig egy viszonylag jól körülhatárolható kör rajzolódik ki. Annak ellenére, hogy több milliárd forintból gazdálkodtak, a 2022-es választási eredmények nem azt mutatták, hogy különösebben hatékonyak lettek volna a módszereik. A kérdés persze ismét felmerül, hogy a külföldről érkező pénzekért cserébe mit kértek a megrendelők. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ha lemaradtak volna, adásunkat visszanézhetik a Hír Televízió YouTube csatornáján, illetve online tartalmainkkal találkozhatnak a Magyar Nemzet internetes felületén. Jövő hétre ismét izgalmas témákkal várjuk Önöket, addig is viszlát!